Csatkó József, Cine Mihály, Rákos Sándor néhány név literátorok nagyjai közül, akiket bemutat a Józs András Múzeum időszaki kiállítása. Az ötlet dr. Bánszki István nyugalmazott főiskolai tanártól ered, aki azt mondta, az, hogy tárlat mutassa be a nyírség irodalmárait, nem csupán ötlet, sokkal inkább álom. Ő ugyanis a nagy literátorok számára nyírségi irodalmi múzeumot alapítana. A gyűjtőmunka öt évvel ezelőtt kezdődött el. Irodalombarátok, könyvtárosok végezték a kutatómunkát, amelynek eredményeként mintegy 50 nyírségi irodalmár munkásságát ismerheti meg a nagy közönség. Minden rendes városnak van irodalmi múzeuma. Hát pont a nyírség maradjon ki, ahol ennyi tehetséges ember született írók, költők, irodalomtörténészek, zenetudósok, nyelvészek, és nem is sorolom tovább. Hát feltétlenül benne kell, hogy legyünk már mi is a kultúrvárosok, a modern városok sarába. A nyírség literátorainak nagyjai Tisza Berceltől Szatmár Csekéig című kiállítást ünnepélyes keretek között nyitották meg a Józsa András Múzeumban. A tárlat megnyitóján dr. Úri Attila Nyíregyháza alpolgármestere azt mondta, a gyűjtemény példaértékű, fontos, hogy a nyírség és nyíregyháza kultúráját megőrizzük és ápoljuk nagyjaink szellemiségét. Bánszki István gyűjteményének és a megálmodott irodalmi múzeumnak próbálnak a városban helyet találni. Lehet, hogy a múzeum, hogyha megadatik, lehet, hogy bűvölni fog területtel, illetve itt ugye a Dufarton megvan maradt még olyan lakás, amely, amely felújítás nélkül van jelen pillanatban. Ott idegenes jelleggel lehetséges, hogy egy ilyen létrehozható. A nyírségi literátorok nagyjait bemutató kiállítás év látható a József András múzeumban.